Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, bedőimre Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája. Fiúknak, férfiaknak és nőknek. Nagy dologra szántam el magam, ilyet nem szoktam csinálni, de most harcba szeretnélek szólítani benneteket. A, boomereket, a középkorúakat és a kalandra fiatalokat akarom megszólítani. Egy ilyen hagyományos típusú harcba akarlak ugye belevinni, egy jó csatába, aminek ugye jó kimenetele lenne, és a világot építő csatába, tehát félreértésnehesség, tehát nem valaki ellet, hanem valami mellett szeretném, hogy a csatába mennénk is, és pedig az általunk képviselt értékrend védelmébe kellene egy jó összefogást kovácsolnunk. Elmondom, hogy mi a helyzet, amire építem ezt az egészet. Örülök ennek a, 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 a csatorna körüli embereknek. Azt látom, hogy amikor találkozok veletek személyesen is, tehát nagyon-nagyon sok előadásom után odajöttök és elmondjátok, hogy rendszeresen néziktek a videókat, a családtagjaitokkal, a gyerekeitekkel. Sokan az a iskolákban mutatják be, beszélgetnek róla, amit nagyon-nagyon-nagyon köszönök és nagyon örülök neki. Mindig azt látom, hogy tényleg a, a, a nagyon komoly, nagyon rendben lévő, nagyon jó kisugárzású emberek vagytok. Személyesen is mindenki, akivel találkozok. És a kommentekből ugyanezt látom. Tehát azt látom, hogy ez egy értékrendi csatorna. Tehát ez egy olyan értékrendi bázis, amit mindannyian elkezdünk valamilyen módon óvni és építeni. Tehát én magam elindítok egy-egy témát, és utána alatta, ami zajlik, és utána a családjaitokban, ami köré tud épülni, az mind-mind-mind ugye a közös építkezésnek a közösségét hozza létre. És ez most támadás alatt áll. És elmondom azt is, ugye korábban már foglalkoztam a, ugye a másik videókban arról, hogy hogyan zajlik ez, de most újabb részét kell felfedeznem, mert látszik, hogy nem is nagyon értünk ehhez az egész dologhoz, mert mi, mi vagyunk az állítólagos boomerek, ugye? Tehát azért akarok veletek összefogni hagyományos módon, hogy mi hagyományos emberek vagyunk, akik ezt a technológiát elkezdjük használni az értékrend megerősítésére, és a férfinő szövetség megerősítésére, és a családjaink és a jövő nemzedék megerősítésére. És azt látom, hogy az a hatalmas támadás, ami ért engem ezektől a csatornáktól, hihetetlen sok rosszindulatú, bennünket nem értő, ami mi értékrendünket tagadó, sőt, ami mi értékrendünket egyenesen kinevető ember jött oda, nagyon sok kommentet azért is törlök, mert olyan méltatlan mocskolódó, hogy az hihetetlen, tehát nem, nem, nem építő, hanem ez az igazán, ami, ami, ami máshol ugyan lehet, hogy egyfajta szokás, de nálunk eddig nem volt az, és ezért gondoltam, hogy ők úgysem térnek ide-vissza. Viszont látszik, hogy a videóknak a nézettsége az elmúlt hetekben hihetetlen mód megzuhant. Na elkezdtem kutatni, hogy vajon mi lehet az oka ennek, mert nem lett egyik se rosszabb, se gyengébb. Tehát valójában ugye az, a, a YouTube-nak a algoritmusával, tehát a mögöttelővő szoftver és mesterséges intelligenciával van összefüggésben. Tehát, hogyha ezek a trollok, akik bennünket támadnak, ugye ezek között vannak igazán fizetett trollok is, tehát itt arról van szó, hogy elértünk a mi közösségünk, ugye ezzel az 50 ezeres nagyságrenddel, ami most már feliratkozóban van, és körülbelül egy ilyen 70-80 ezeres olyan embertömeggel, aki rendszeresen viszonylag sokat néz, és 20-30 ezeres olyannal, akik tényleg sok videót megnéznek, egy olyan méretet értünk el, amire úgy gondolták, hogy ne, az őket már zavarja. Olyan uh, hírcsatornát és olyan olyanfajta megerősítési bázist alkotunk hálózatot a világba, ami akadályozza azt, hogy ők a saját ideológiájukat uh, valamiféle akadálymentesen tudják terjeszteni. Mert vannak már emberek, akiknek érveik vannak azáltal, hogy ezt mi itt össze tudjuk rakni. És többek között azon túl, hogy köznevetség tárgyává akarnak tenni, leginkább olyanok szemében, akik nem ismernek egyáltalán, azon túl ide jönnek, olyan kommenteket próbálnak itt ugye, ö, ö, megjeleníteni, amik elbizonytalanítják az ittenieket. Remélem, hogy ez kevés esélye. Egyszerűen, hogyha feljelentik a csatornát, egy gombnyomásról tudják jelenteni a YouTube-nak, hogy mi az ő ideológiájuk szempontjából. Nyilván valami a YouTube-nak is fő ideológiai irányvonal. Ugye káros vagy kockázatos a. Mások megfélemlítésére, vagy Isten tudja, milyen ugye, egyenlőség ellenébe ható tartalmakat sugárzunk, ami ugye nem igaz, de ha feljelentenek és tömegesen jelentenek, akkor a YouTube letekeri, nem mutatja a tartalmainkat. Korábban ugye úgy működik, csak azért mondom, hogy a segítségeteket úgy is ki tudjátok mutatni, hogy minél több komment van, és minél több megosztás van mindenfelé, minél több nézettsége van hirtelen az elején ennek az egésznek, annál többnek mutatja maga a YouTube is, annál több embernek, és annál több embert érünk el, és annál több feliratkozója lesz egy értékrendi csatornát Tehát én nem erre hajtok, én arra hajtok, hogy ha már beszélek, akkor legalább minél több ember hallja, és az értékrendünkben kezdjünk megerősödni, és én nem magamhoz akarlak kötni benneteket, hanem ahhoz akar, abban akarlak titeket segíteni, hogy mindenki a saját őrhelyén, a saját családjában, a saját otthonában egyre jobb ember tudjon lenni, és mindenki a saját dolgát tudja jobban tenni. Lenni. Tehát ez egy, ez egy, egészen másfajta mentalitás, mint az, hogy újra meg újra gyertek. Nem, itt csak erőt merítünk, és utána a saját őrhelyeinken cselekszünk. Nyilvánvalóan ez elkezdi őket zavarni, és ha feljelentenek, akkor nem mutatja, tehát rengeteg levelet kapok, hogy most már nem látják a videókat, ha megosztják a videókat, akkor sem mutatja másoknak se, tehát egyszerűen nem produkál statisztikát a videó, mert a YouTube úgy, maga nem emberek állnak-e mögött, hanem egy szoftver kap egy csomó jelzést, hogy itt káros és negatív tartalmak vannak, akkor egyszerűen visszatekeri ezt. Utána keresi a szoftver, hogy hol van ez a negatív dolog, mert esetleg szavakban, képekben, témákban. Ugye erre is szűr a szoftver, de nem talál ilyet, mert ilyen nálunk nincs, mi nem vagyunk soha senki ellen, viszont a sok feljelentés miatt összezuhan a statisztikánk, és ezért hagyományos harcra szeretnélek ugye hívni benneteket, hogy ez a harc arról szól, hogy a mi értékrendünk ugye terjesztésében vegyetek részt a hagyományos módon. Tehát ez engem is érdekel, hogy sikerül-e nekünk, mert ez egy hagyományos csapat, a hagyományos módszerekkel. Egy kicsit mint a James Bond filmek közül a Skyfall nekem nagyon tetszett, mert ott ugye arról szólt pont, hogy hihetetlen technológiai segítséggel, ilyen nagyon-nagyon komoly technológiai háttérrel támadott az ellenfél, és ők csak úgy tudtak nyerni, hogy átcsalogatták őket egy olyan területre, hogy hagyományos, egy régi elhagyatott kastélyból egy késsel mentek ellenük, és végül is a kés és a óriási műholdas vezérelt, nem tudom, mesterséges intelligencia, AI-t akartam mondani, ugye, mert így is van, hogy vezérelte technológiákkal szemben is a hagyományos csapatok nyerni tudnak. Ennek van itt az ideje, hogy lássuk, hogy hogy megy ez. Egyébként is ugye veszélyben vagyunk, majd mindjárt vázolom a csatatervet. Gondoljunk bele, hogy a férfi és a nő, amivel mi foglalkozunk, az betiltás alatt áll. Tehát azt mondja a mainstream, de most felsorolok pár dolgot, ami valódi nyugat-európai mainstream, a magyar sajtóban is felelhető, nem felelhető, hanem van egy egész oldal, aki ezt folyamatosan tudományos módon, mert minden módon tárgyalja hogy a férfi és a nő az egy olyan társadalmi konstrukció, olyan neveltetési csapda, amiben, hogyha belekényszerítik az embereket, akkor az örökre megnyomorítja, elszürkíti, és a teljes önmegvalósításukban meggátolja az embereket. Tehát semmi módon nem szabad férfi vé és nővé tenni, mert az a legősibb, legmocsokabb, legszerencsétlenebb társadalmi konstrukció. Ezért is kell az a száz valahány társadalmi nem, azaz gender, amiben napon belül is tudsz váltakozni, mert az az igazi szabadság. De a férfi és a nő az, az, az abszolút, abszolút a tiltott listán van. Ezt így kell értelmezni, hogy mondom, tehát nem, ez nem, nem egy vicc, olyan mértékig van ez tiltott listán, például a mesterséges intelligencia tekintetében is úgy van már megtanítva, hogy most a kíváncsiság, én nem szoktam ilyet használni, de kíváncsiság kedvéért az egyik válfaját, ugye arra akartam használni, hogy egy ilyen tervezzen nekem egy szimbólumot, mert vannak ilyen rajzolós, ilyen szimbólum tervező, ugye mesterséges intelligenciák, és azt szerettem volna, hogyha egy férfi nő szimbólumot tervez a férfi-nő együttműködésről. De annyit értem, mondjuk a férfi és nő. Erre a két szóra ő azt mondta, hogy nem tervez ilyen szimbólumot, megtagadta. Mert az irányelveivel és az abszolút ellentétes az, hogy, em hogy emberek összeugrasztására és egymás ellen, hogy mondjam, feszülésére alkalmas és a szexuális önrendelkezésük megsértése, és értjük ezt az egészet, fölérte az összes ilyet, és hogy nem csinálja meg. Azt mondom, hogy legyen férfi-nő érték ügyben készítsen nekem ilyet. Ugyanazt mondta, nem. Férfi és nő az nem. Férfi-nő szövetség ezt már elengedte. Tehát itt már megjelenik az a fajta, még a feministák ellen is, de most a feministák ugye végső soron ilyen, ilyen jó, jó fejek ahhoz képest, hogy mik vannak még, akik őket is nyírják most már. Tehát ez hihetetlen, ugye, hogy hova jutott a világ. A férfi-nő férfinő értékre még nem, ott még megtagadtál, hanem a férfinő szövetségre kezdett el először ilyen összevonó szimbólumokat rajzolni. Kíváncsi voltam, hogy mi ez kezd, de nagyon megdöbbentem, hogy ez már a, az embereknek a megnyomorítására alkalmas tiltó dolog. De ezt úgy kell érteni most, hogy ott tart a világ, hogy az ENSZ és a, és, a, és a, ezek a nemzetközi NGO-k, tehát civil szervezetek, akik a, a liberális ugye mainstreamet képviselik diktatórikus módon, ők például szankcionálják országos szinten is és média szinten is, hogyha valakik a nőknek az anyaság, a jó anyaság és a feleség nem tudom, attribútumairól, vagy valami anyaság és feleség fókuszú kommunikációt folytatnak. Ez már abszolút a tiltó listán van, mert ez a nőket megnyomorító, őskövületbe beszorító valami. Ez egy valódi kérdés. Olvassunk utána, nézzük meg, hogy azok az emberek, akik erről írnak tudományos dolgozatokat, azok is itt Magyarországon is arról cikkeznek, hogy igen, igen, hát akik ezt csinálják, hát ez szörnyű, szörnyű dolog. Sőt, az a magyar gyakorlat, hogy egy nő választhat szülés után, hogy otthon marad, mert akkor az állam kap mindenféle támogatásból részesítő, hogy otthon nevelesse a gyerekét három évig, vagy visszamegy dolgozni, és akkor bölcsede van, és munkahely van, és mi. Tehát a választás lehetősége az ENSZ hivatalos álláspontja szerint, ugye, és az azt csinálja, hogy egy hivatalos álláspontot kötelezővé tesz, hogy az államok a saját törvénykezésükbe beépítsék, és utána leveri rajtuk az ellenőrzést, hogy vajon be van építve, vajon milyen lépéseket tesznek, hogy ott tényleg történjen meg mindenféle intézkedés, hogy az úgy legyen. Az ő hivatalos álláspontjuk szerint súlyosan nő ellenes, nőjogilag abszolút kifogásolható az, hogy a nőnek választási lehetősége van a gyermekszülés után, mert Esetleg a társadalmi elvárások arra fele kényszerítik őt, hogy otthon maradjon a gyerekével, ami egy súlyos istencsapása. Kizárólag az van nőjogilag rendben, és az a, a mainstream, amit a nemzetközi szinten elfogadnak, hogyha azonnal visszamegy a gyermekszülés után dolgozni, mert az az igazi önkiteljesedés. Család fogalmának a teljes átírása megtörtént Nyugat-Európában. Nyugat-Európában már a kommunikáció is most a fiatalok esetében nálunk is elkezdődött, és nem tudom, ilyen kormányzás mellett is olyan erős az a másik oldal, ahol átpozícionálják, és azt mondják már Nyugat-Európában, hogy a család az a, a megtört életek, az, az erőszak, a monoton kilátástalanság és a kiteljesedést ellehetetlenítő börtön, az a család. Tehát minden, ami rossz. És amikor kimegy egy magyar, és azt mondja, hogy nekünk a család fontos, mi a családért küzdünk, akkor nem csak a közszféra, vagy az NGO-k, ezek a harcosok, hanem az egyszerű emberek is azt kezdik, hogy ti ezért a szörnyűségért küzdötök. Annyira át van már pozicionálva, tehát a család mögötti fogalomrendszert alakították át erre az ijesztő valamivé. És azért beszélek erről, hogy értsük, hogy valódi problémát okozunk mi, igazi problémát okozunk mi ennek az egész rendszernek, amikor mi, ugye a gyermekei, mi magunk erőt merítünk egymásból, és a gyermekeinknek is ilyesfajta erőt akarunk adni. És ezért letekernek bennünket, mert megtámadnak, fizetett is vannak. Egyébként vannak ugye a másik oldalon olyan fizetett embereknek az a dolga, hogy az ilyen csatornákat ellehetetlenítsék, például így. És nekünk erre reagálnunk kell, és erre szeretném, hogyha mi hagyományos módon reagálnánk. Egyrészt ugye ki tudja, meddig tűrnek meg bennünket? Tehát mindig a videó alatt, ugye most a kollégáimat is kérdezem, hogy ugye beletesszük a videó alá azt a, azt a leírást, hogy lehet regisztrálni. Van egy regisztrációs link, ahol a mi hírlevelünkre lehet regisztrálni. Tehát regisztráljátok először is a csatornára, és nyomjátok meg a YouTube csatornára, és a kis csengővel, hogy hátha ha jelzi, hogyha jön új videó, de még egyszer mondom, mostanában ezt nem is teszi meg, mert le van tekerve. De ha mégis újra építjük ezt az egészet, akkor hátha. De ott lent a leírásban a regisztrációnál a e-mail címmel lehet regisztrálni, tehát nem spamelünk semmit, a férfiak klubja társadalmi ügyeivel kapcsolatos levelezés zajlik, meglátjátok, az érdekes, és mind mindekül az érték körül forog, és legalább elérjük egymást, hogyha bármi probléma történik a csatornával, akkor egy gomonyomásra azt mondjuk, hogy ide költöztünk, gyerünk, és fogjunk össze, és hajtsunk tovább. De ha nem érjük el egymást, akkor itt egy gombnyomással minket ki tudnak kapcsolni. Tehát legyen egy másik fajta platform, ahol mi el tudjuk érni egymást. Tehát az itteni regisztráció után az ottani regisztrációt is, ha tegyétek meg, mert akkor legalább elérjük egymást. És utána, már most is megtehetitek, tehát állítsátok meg a videót, tegyétek meg, hogy oda regisztráltok. Utána gyertek vissza, mert mondom a csatatervet. Tehát a szabály az az lenne, hogy mi abból indulunk ki, hogy mi egy értékrendi csatorna vagyunk, tehát mi egy értékrendet erősítő közösség vagyunk, és ez kisugárzik már eleve a családjainkra, az osztálytársakra, az iskolánkra, és a hozzánk ugye a ránk nyitottakra. Tehát fókuszáljunk továbbra is azokra, akik nyitottak erre, és akik szükségben vannak, hogy, hogy, hogy valamilyen módon csatlakozzanak hozzánk. Mi hagyományos közösségként ötvözzük és használjuk ezeket a modern eszközöket a győzelem, győzelem érdekében, és azon túlmenően, mint az előbb mondtam, lássuk, hogy mit lehetne tenni, tehát hogy iratkozzatok föl erre a YouTube csatornára, iratkozzatok föl a levelező listánkra. Kedden és pénteken menetrendszerűen jönnek videók, tehát nézzétek, keressétek, ha ne talán nem mutatja akkor is, hogy kedden és pénteken este 6-kor jönnek ki az új videók. Én arra kérnélek benneteket, akinek van kedve nyilván, de én ezt a harcot el akarom indítani, a, a trollok és a szoftverek ellen, mert itt szoftverek küzdenek ellenünk, feljelentetnek gomnyomásra, és egy szoftver küzd ellenünk. Írjatok olyan 5-10-15 emberből álló E-mail cím listát, akire úgy gondoljátok, hogy hasonlít hozzánk, hasonló hozzátok, vagy szüksége van rá, vagy olyan családtag, hogy tényleg megérdemli, hogy ennek a közösségnek tagja legyen. És ahányszor megjelenik a videó, annyiszor küldjétek el neki a videó linkjét, csak annyival, hogy ajánlok. Egyszerűen, hogy ajánljátok tovább így egymásnak. És most gondoljuk bele, hogy mindenkinek lesz egy ilyen 5-10-es kis köre, ami az már egy közösség szervezés, az egy hihetetlen erő. Ugye, hogy mi elkezdünk közösségeket szervezni, és ilyenek lehetnek rajta, mint a családtagok, a barátok, a szomszédok, a nem tudom, a kollégák, edzéstársak, akik szülőtársak, hasonszűrűek, vagy lehetnek rajta ellentétes érzelműek is, de hát ki tudja, mert ők is nagyon sokszor látok ilyeneket is, és kapok ilyen leveleket is, abszolút más gondolt, és elkezdett nézni, és rájött, hogy hiba van az ő oldalukon, és sok-sok mindenben ugye lehet, hogy másképp kell neki gondolkodni. Úgy is gondolkodjatok, nem csak ilyen körökben, hogy család, szomszéd, kollega, hanem hogy tinik, vagy fiatalok, vagy középkorúak, vagy idősebbek, akik nagyon aktívak, és ugyanebben a szervezkedésben részt tudnak venni. Férfiak és nők, a női támogatás hihetetlen komoly, tehát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hajná férfiak, tehát ez a férfi erő, ami gyűlik. Tehát mondom, előadásaim után látom, hogy fog ott vannak, és mind a nő, mind a férfi azt az erő, ami, ami innen, ebből a közösségből származik, és nem állítom, hogy tőlem, hanem magából az egész, én a kultúrából merítem és fölhozom, mindannyian, ami kultúrákhoz kapcsolódunk, picit általam, de utána tovább mindenki önmagából is a saját családja, vagy a saját nagyszülei, saját dédszülei, a saját sztoriaihoz tud kapcsolódni, ezáltal is így tudunk erőt gyűjteni. Tehát ezt a 10-15-20 fős levelező listát minden kedden és pénteken ugye meg lehet kínálni. Gondoljunk bele, hogyha 80-100 ezer rendszeres néző, tehát aki, azt állítom, hogy körülbelül ennyi ember lehet, aki időnként tehát minden negyedik, ötödik, hatodik videót biztosan látja. És van körülbelül 25-30 ezer olyan, aki majdnem minden videót lát, tehát majdnem minden, az a minden másodikat, vagy nem tudom, ötből hármat, vagy ötből négyet lát. Tehát nagyon sok. Tehát, hogyha tízezer olyan néző van, akinek van tíz ember, akkor a százezer emberhez juttat el videókat, és elkezdő gyarapodni maga az értékrendi közösség. Tehát nem nekem kell ez, mert nincs is ebből semmilyen bevételem, hanem, hanem az, hogy az értékrendi közösség gyarapodjon. És biztassuk őket a tartalmak követésére és a feliratkozásra a csatornára hagyományos módon. Ez a mi hagyományos harcunk, ugye? Tehát erre hívlak benneteket. És próbáljuk meg. Ugye nem olyan bonyolult ez, de ebből egy közösség fog épülni. És ezek a közösségek, hogy ti vagytok négyen, öten, hatan, akiknek van 10-20-30 -e, körülöttelevő ember, az néhány száz olyan ember lehet majd, akikkel majd össze lehet jönni, akikkel majd én is el tudok menni, mint tudom én közösség találkozóra, vagy bármi, hogyha hívtok. Tehát, hogy én föl is ajánlom ezt a fajta együttműködést, hogyha bírni fogom nyilván is, hogyha, hogyha minél többen legyünk nyilván, az a lényeg értékrend, erősítés, összekapaszkodás, reményadás, ugye erőgyűjtés, ez, ez, ez a mi közösségi mottónk, ugye, és ezt így lehet elkezdeni, és így lehet boomer módon, ugye, valamilyen módon erejét venni, és persze a trollok ki fognak nevetni, hogy ha ha ha, milyen hülyék vagyunk, hogy mi ezzel foglalkozunk, de én nagyon hiszek az emberekben, nagyon hiszek a hagyományos kötődésben, nagyon hiszek az egymáshoz való hűségben, nagyon-nagyon hiszek a közösség erejében, és, és, és mindenek előtt hiszek abban, hogy az általunk képviselt értékek mindenkinek gyarapodást hoznak. Tehát egyszerűen egy, egy gyarapítóatást, hogy ez az értékrend ez nem tud rombolni. Tehát ez csak hozzá tud adni. Az, hogy valakiknek nem tetszik, mert ők, ők ezt lefele akarják rombolni, az ő dolgok, de mi senki ellen nem vagyunk. Tehát ebben végtelen módon hiszek, és nagyon hiszek abban, hogy a fiatalok is élvezetüket fogják lelni abban, hogy ilyen eszközökkel kezdenek támogatni, hogy fiataloknak is hihetetlen mód szükségük van a saját közösségeikre, hogy elkezdjenek egymásnak ugye olyan pici sejteket alkotni, ahol hasonszőrűekkel tapogatózva ki tudják tapogatni, kinek mi a vélemény, és le tudják szűrni, hogy jaj, van 5-6-10-20 olyan ember, akivel nagyjából egy hullámoszon tudok lenni, és lehet, hogy a százból marad 10-20-30, akivel egy hullámoszon vannak, de a közösség az ő számukra is fontos. És ez a hagyományos építkezés, hogy mi e-mail listákon, a videók, a YouTube-on is építkezünk, vagy oda is iratkozom föl, de e-mail listákon keresztül tesszük ezt, az sokkal közelebb áll a valódi közösséghez, és a valódi visz információ visszakapáshoz a többiektől, hogy ők hogyan gondolják ezeket a tartalmakat, tényleg közel vannak -e egymáshoz. Tehát a fiatalok támogatásába is nagyon-nagyon bízok, és nyilván a, aki középkorú, meg boomer, meg idősebb vannak, aztán pláne. Lássuk, hogy mire megyünk, mert kell a technológia, de kellünk mi az emberek is. Úgyhogy legyen ez a mi összefogásunk, legyen ez a mi harcunk, aki nem tette volna, még egyszer mondom, iratkozzon fel a csatornán, ki meg a kis csengőt, és alul iratkozzatok fel a regisztrációs, tehát a férfiak klubja honlapon ez egy e-mail cím megadása, ahol ugye még egyszer mondom, csak is ugyanilyen társadalom erősítő kérdésekben ugye küldünk leveleket néha-néha, meg fogjátok látni, nagyon érdekes, és semmi különös más dolgot nem csinálunk, csak azt, hogy együtt, erősebbek és jobbak, és a jövő nemzedékkel való összefogásunkban jobban megerősödve hatékonyabbak tudjunk lenni. Köszönöm szépen, ha, hagyományos harcra föl, hajrá együtt!